Közös ének a gyerekekkel, szüleikkel a Pécsi Márkus Színházban. Ide várták a családokat november 20-án. Ma fesztivál van a legkisebbeknek, Baba nap, Baba hol címen. Ez egy régi álmom megvalósulása, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy társra találtam a Márkus Színház csapatában, társakra, és fölkarolták ezt az ötletemet, kezdeményezésemet. Tehát itt az ünnepkörszín és a Márkus Szín szövetkezett ma, hogy a legkisebbeknek nyújtsanak élményeket, muzsikán, dalokon, mondókánkon keresztül, sőt, álszínházi előadáson keresztül. Ilyen még nem volt a városban, úgyhogy ugyanis a szakmában legjártasabbakat és a pécsi közönség által legkedveltebb foglalkozásvezetőket hívtuk el ma. Tamás Évi, László Virág a ringató képviseletében, Villut András a zenebölcsivel és a Márkus Szín árnyelőadásai. A zene, a versek, a színdarabok, egyáltalán a művészeti előadások mind-mind hatnak a gyerekek fejlődésére jó irányban. Ez a tapasztalat, mondja a szervező. Én jó magam, ugye 4 gyermekes anyuka vagyok, az ember bizony rákényszerül arra, hogy föltalálja magát, tehát valahol ez zsigerből is működik, az anyukáknál, apukáknál, nagyszülőknél. Ez egy ősi módszer, hogy feltűnik az embernek, hogy a gyerek figyelmét jól lehet irányítani és fókuszálni, a zenék és a ritmusos mondókák, a ritmusos mozgásos játékok által. Tehát nem találtuk föl a spanyol viaszt, nem, csak segítünk emlékezni. Ez a kollektív tudatalattiban is jelen van szerintem ez a dolog, de nyilván tudományos kutatások is alátámasztják ma már, sőt, tanszékek és tanfolyamok és tudományos közeg, könyvtárak is szólnak ma már erről, hiszen a gyermeknek több készségét fejlesztjük ezekkel. Jobban fog tudni figyelni, koncentrálni, figyelni nem csak magára, tehát nem csak az öntudatosodást fejleszti, hanem a másikra való odafigyelést, tehát a szocializációt is elősegítjük. De segítjük a finom motoros mozgást, és ami majd utána ugye tovább vezeti a nagy motoros mozgások felé. Nem is tudom felsorolni, annyi sok előnye van. Ez aztán majd továbbiakban kibontakozhat zenetanulásban, kórus muzsikában, vagy lehet, hogy a sportolónak fogja jönni, amikor a ritmus érzik neki már egy alapvető készség lesz, amit visz az edzésekre. Vagy ha csak egyszerűen élményekkel gazdagodunk, amikre később visszagondolunk, és később táplálkozunk benne. A pszichére jó hatással van, megnyugtat, vidámít, összességében az egészségünkre is jó hatással van. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb. Amihez szólok, visszaszóljon, amire nézek, az vagy. A Márkus Színház előadása sem maradhatott el ezen a napon. A vendéglátók már régóta várták, hogy bemutathassák ezt a darabot. Készítettünk egy előadást a karantén alatt, egy árnyjátékos előadást, amit leginkább a legkisebb korosztálynak játszunk. Tavaly volt a bemutatója ennek, de sajnos nem tudtuk nézőközönség előtt játszani a vírus miatt, és ennek a címe Egyszer voltam, és szerettünk volna egy baba nap létrehozni, és Alizzal együtt, Alizt már nagyon régóta ismerjük, Alizzal együtt közösen összeszerveztük a programot, és a mi báb előadásunk is itt van ezen a fesztiválon. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt azért fél évente megrendezzük, majd meglátjuk, hogy ennek hogy lesz a jövője, és nagyon örülünk neki, hogy kisebb korosztályokat is be tudunk csábítani, vagy bejönnek ide hozzánk a Báb Színházba, mert eddig az előadásaink 4 éves kortól voltak ajánlottak, de most talán a kisebb korosztályt is meg tudjuk célozni, és hát szeretnénk, hogyha ez rendszeres lenne a jövőben. A kisgyerekeknek vart használati tárgyakon keresztül a környezettudatosság is megjelent a fesztiválon. Én Aliz meghívására kerültem ide,
és tulajdonképpen a gyerekek, gyerekes szülők az egyik legfőbb célcsoportom, és nekik készítek olyan egyedi, praktikus és környezettudatos textiltermékeket, amivel megkönnyítem a hétköznapjaikat, mert segítségükkel pénzt, időt és energiát takarítok meg. Sőt, kisgyerekes szülők az elsősorban azok a tanítványaim, akiknek gépivarú tanfolyamot tartok, illetve a gyerekeknek is. Nagyon sokrétű a kínálatom, amit most itt kihoztam, de aktuálisak is vannak a Mikulás, újra Mikulás zacskók, de hoztam az újra szalvétáktól kezdve, a Mikulás csizmákba valóktól kezdve, ami elfért az asztalon. Újra hasznosított anyagokat használok föl, amiket végül is a gyárak túl készleteznek, és akkor azokat szerzem én be, és azokat dolgozom fel, illetve a saját szabászati hulladékaimból tudok dolgozni. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert pont, hogy a kisgyerekes szülők az egyik leginkább odafigyelnek erre a környezettudatosságra, hiszen nem mindegy, a tét az nem mindegy, hogy hova fogunk kiukadni, és erről most kell gondoskodniuk, és hogy jó példával járjanak elől, ez nagyon fontos. A nap és a hold is megszületett valamikor, akkor tehát volt babanap és babahold. Ez a kérdés, ez a játékos felvetés ihlette a fesztivál elnevezését. A legkisebbeknek szóló zenés bábos elfoglaltságot a szervezők szándéka szerint újra megrendezik, de még nem tudni mikor.